A hetedik feladatunkban a képen látható ABD háromszög kerületét és területét kell, hogy kiszámoljuk. Amit tudunk erről a háromszögről, hogy ez egy derékszögű háromszög, hiányzó oldalai x és y, és mellette található egy ugyancsak derékszögű háromszög, amelyet föl fogunk használni segítségül. Miért is? Ez a derékszögű háromszög, derékszöggel szemben lévő oldal, ez nekünk az x, ez lesz az átfogó. Tehát ha már derékszögű háromszög, érvényes rá Pitagorasz tétele. Átfogó a négyzeten, x négyzet, egyenlő. Egyik befogó a négyzeten, a cél négyzeten, ami ugye 4 a négyzeten, plusz másik befogó a négyzeten, bc a négyzeten, vagyis 3 a négyzeten. Ha most négyzetre emelem ezeket a számokat, 4 a négyzeten az 16, 3 a négyzeten az 9, összeadva 25. Ha gyököt vonok mindkét oldalból, ugye bal oldalt a gyök és a négyzet leegyszerűsül, és 25-nek a gyöke 5, tehát megkaptuk, hogy az x az 5 cm. Ha x 5 cm, most már a keresett ABD háromszögből, háromszögre úgy szintén felírhatom Pitagorasz tételét. A derékszöggel szemben lévő oldal, az a BD, az lesz ugye az átfogó, tehát BD a négyzeten egyenlő. Egyik befogó a négyzeten az x négyzet, másik befogó a négyzeten az y négyzet. Ha most helyettesítünk, a BD az 13 a négyzeten, x az 5, tehát 5 a négyzeten, és megmarad az y négyzet. 13 a négyzeten a 169, 5 a négyzeten pedig 25. Innen az y négyzetet úgy kapom meg, hogy a 169-ből kivonom a 25-öt, ami 144, hogyha gyököt vonok ebből a 144-ből, akkor megkapom, hogy az y 12 cm. Miután a keresett oldalakat kiszámoltuk, hozzáfoghatunk úgy a kerület, mint a terület számításához. A kerülethez összeadom az oldalakat, mindegy, hogy milyen sorrendben megyek, tehát kell egy AB oldal, kell egy BD oldal, és kell egy AD oldal. Hát az AB az valójában az x, kiszámoltuk, hogy az 5, a BD az adott volt, az a 13, és az AD, az y, azt kiszámoltuk, hogy 12. Ha összeadom, 13 plusz 12 az 25, meg 5 az 30 cm. Ugye ez volt az egyik kérdés, hogy ennek a háromszögnek mekkora a kerülete. A másik kérdés az, hogy ennek a háromszögnek mekkora a területe. Bármely háromszög területét általános képlettel úgy számolom ki, hogy alapszor magasság per 2. Hát ennek a háromszögnek, ugye a derékszög miatt az AB, vagyis az X az alapja, az AD, vagyis az Y pedig a magassága. Ha összeszózom 5x12 per 2, 12-t és a 2-t egyszerűsítem, ugye az 6, 5x6 az 30, tehát a terület 30 négyzetcentiméter. A nyolcadik feladatban az árnyékolt rész területét kell kiszámolnunk. Ha jobban megnézzük, akkor azt látjuk, hogy itt található egy körgyűrű, és a körgyűrűnek valójában az egynegyed része, hiszen 90 fokos részét kell kiszámítanunk. Amit még tudunk, hogy a nagyobbik körnek a kerülete 24 pi, fel is írom, hogy a K1 az 24 pi, a kisebbiké pedig 16 pi. Ki kell számítanom a körgyűrű területéhez, vagy inkább ugye az egynegyed körgyűrű területéhez, ezeket a sugarakkal, tehát szükség lesz majd a nagy R-re, illetve a kis R-re, és a végén a területre. Ezeket a sugarakat a kerületből tudom kiszámítani. Ha megvan adva a kerület, fölírom a képletét. 2-ször R nagy R szer P, illetve 2-ször kis R szer P. Behelyettesítünk, ugye ez 24 P, egyenlő 2 R P. Bírom egyszerűsíteni a P-t és a P-t, és akkor a 2 R, ha már 24, elosztom 2-vel, tehát a nagy R, tehát a nagyobbik körnek a sugara 12 cm. Hasonló módon számolok a kisebbik körnél, ott ugye 16 pi, 2R szer pi az 16 pi, a pi-ket leegyszerűsítjük, és a 16-ot elosztom 2-vel, megkapom a kisebbik körnek a sugarát, ami 8 cm. Hát már a rajzon is lehet látni, hogy ez az egész körgyűrűnek az egynegyed része, de hogy pontosan ki tudjuk számítani, akkor azt úgy kapjuk meg, hogy a 90 fokot elosztom a 360 fokkal, vagyis így kapom meg ugye az egy negyedet. És a körgyűrű, a teljes körgyűrűnek a területe nagy R négyzet pi mínusz
kisel négyzet pi. Mivel most már a sugarakat kiszámítottuk, a nagy R az 12, 12 a négyzeten az 144, a kis R az 8, 8 a négyzeten az 64. 144 pi-ből, ha kivonok 64 pit, akkor 80 pit kapok, amit ha elosztok 4-jel, megkapom akkor az árnyékolt résznek a területét, ami 20 pi négyzetcentiméter.